Mindegyik szerepét szerette, mivel úgy tartja, hogy egy valódi színész nem válogathat kedvére, mert műfaji határok csak a közönség számára létezhetnek. Ez mai vendégünk színházi krédója, aki azt vallja, hogy jókedv nélkül nem érdemes színpadra állni. Lássuk, hogy kinek a portréjával várjuk ma önöket a Kontúrban. Bodrogi Gyula a Nemzetszínésze címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművész, rendező, színházigazgató, érdemes és kiváló művész. Pályáját néptáncosként kezdte, majd 1958-ban szerzett diplomát a Színház és Filmművészeti Főiskolán, ahol 1975-től tanított is. Pályája kezdetén elsősorban kortárs és klasszikus darabok karakter szerepeit játszotta, de hamarosan felfedezték komikusi tehetségét is. Ettől kezdve ő lett az úgynevezett könnyű műfaj egyik legjellegzetesebb képviselője. Muzikalitását, kiváló tánctudását zenés-táncos darabokban kamatoztathatta. 1958 és 1982 között a József Attila Színház tagja volt, majd 1982-től egészen 2001-ig a Vidám színpadot vezette. 2003-tól a Nemzeti Színház művésze. Pályája során 200-nál is több színpadi szerepet alakított. Mintegy 70 mozifilmben és fél száz tévéjátékban szerepelt, köztük olyan alkotásokban, mint a Hattyúdal, a 20 óra, a Szerencsés Dániel, vagy a Titánia, Titánia, avagy a Dublőrök éjszakája. Legnépszerűbb szerepei a televízióhoz kötődnek. A Linda című nagy sikerű sorozatban ő alakította a címszereplő édesapját, és meg annyi legendás kabaré jelenet is hozzáköthető. Különleges orgánumát több mint 110 film szinkronja őrzi, de általa szólalt meg Süsü a sárkány, a macskafogó Maxi pocakja, a Vuk varjúja és a Kérem a következőt csörmestere is. Bodrogi Gyula, egy per egy. És ezek tényleg csak címszavak egy több mint 7 évtizedes pályáról. Sok-sok szeretettel köszöntöm Bodrogi Gyulát a stúdióban, akivel abban maradtunk, hogy tegeződjünk. Igen. Gyula, Gyula bácsi. Gyula bácsi maradhat. Az maradhat? Az maradhat, de Pertú. Pertú. Hogy biztos vagyok benne, hogy mindenkit az a kérdés érdekel most a legjobban, hogy hogy vagy, amire azt szoktad válaszolni, hogy általában, vagy átmenetileg. Átmenetileg. Akkor én most úgy kérdezem, hogy átmenetileg hogy vagy? Kérlek szépen, az a helyzet, hogy volt ilyen-olyan, amolyan egészségügyi beavatkozásom, egy kicsit a szívem, egy kicsit a derekam, de mondhatom, hogy javuló félbe vagyok. Úgyhogy ha ez rendesen, egészen, teljesen egészséges, egy olyan 15-20 év múlva leszek, úgyhogy nyugodtan és rákényszeríteni magadat a pihenésre, az nehéz volt? Nem tudok. Igazából nem. Szeretnék, de nekem a hosszú pihenés, mondjuk, ami már 3 napon is túl nyúlik, azt már nem bírom. Valamit kell csinálnom. Lehet, hogy hasznos, lehet, hogy haszontalan dolgot, de valamit kell csinálnom. Nyilván rosszak az idegeim. Pedig azt szoktad mondani, hogy az idegrendszered az egyik legjobb tulajdonságod. Messze híres, nyugodt természetem és nagyon jó idegrendszerem van, de nem tudok mást elképzelni, hogy mit van az, hogy leülök és azt mondom, na most akkor. Nagy nyaralás lesz. És 2 nap múlva már vagy az autóba vagyok, vagy valamit megkérek, hogy vigyem már innen. Nagyon örülök, hogy átmenetileg jól vagy, meg ez az átmenet még nagyon-nagyon-nagyon hosszan fog tartani, de akkor egy kicsit, mivel ilyen jól vagy, beszélgessünk arról a több mint 7 évtizedes pályáról, amiről az iménti kisfilm is szólt. Néztem a képeket. És milyen élmény volt látni? Ahogy így néztem egyik kép a másik után, valamire nem is emlékszem. Ruhát néztem, meg a szerep, meg amit mondtak, hogy... És akkor beugrott, hogy jé, tényleg? Elképesztő, hát hogy olyan fiatal voltam, ezt nem is tudom elképzelni. Hogyha
picit a kezdőidézethez visszatérünk, miszerint csak a közönség számára léteznek műfaji határok, a jó színész számára nem. Hogyan érted ezt a gondolatot? Ennek az, hogy a színész mondjuk délután 5-kor, amikor megy be a színházba játszani, nem mondja azt, hogy máma egy vidámat játszom, vagy máma egy szomort. A színész a szerepét játsza. A közönség viszont azt mondja, anyukám, most menjünk el egy színházba, és nézzünk valami nagy marhaságot, ami nagyon nagyokat lehet nevetni. Ha az igényét ki tudjuk elégíteni, mi akkor is csak a szerepünket játsszuk. És az a szerep olyan helyzetekbe kerül, hogy az mulatságos. Hát ez, mert az, hogyha valaki a színpadon, hogy úgy mondjam, elkezd hülyéskedni, azt én például nagyon utálom. A legidiótább szerepet is magaménak kell tudni, és nem szabad véleménnyel játszani. Hogyha valaki mondjuk egy gonosz SS tisztet játszik, akkor azt úgy kell hinni, hogy egy gonosz. Nem lehet, hogy arról véleménye van, hogy ez egy szemétember, úgy játszom, hogy ez. Tehát ezért én így értem azt, hogy színésznek szerep van, a közönségnek van műfaj. Hogyha tovább megyek ezen a vonalon, akkor mivel ráadásul hát teljes pályát játszottál végig, mindenféle szerepben megmutathattad magad, hogy olyan sincs, hogy hozzád valamelyik típusú karakter közelebb áll? Tehát ennyire határtalan a számodra a műfaj? Volt egyet játszottam az ügynök halálán. Igen. Az például teljesen oszposz, még azok a hátsó gond, ahogy az autót, ahogy a karam, azt pedig egy olyan külsőségekkel játszottuk, Alföldi Robi rendezte, hogy a díszlet maga is ezt az Amerikához képest a kis ember, volt 6 méteres frigider. Igen, óriási bútorok voltak. Óriási bútorok voltak. Először még vitatkoztam is vele, és mondtam, hogy Robi, ez nem az ügynök halála, az artista halála lesz. És de egy eléggé makacs, hál' Istennek makacs rendező, és egyszer csak megéreztem, hogy van annak valami eljátszható, érezhető része, ahogy az asztal alatt átjövök. És egy hatalmas nagy fotelban beszélek a fiam. Szóval azt nagyon közel éreztem magamhoz. Hogyha visszamegyünk az időben abba a fiatalkorba, amiről azt mondtad, hogy már el se tudod képzelni, hogy milyen fiatalkor volt. Mikor volt az először, amikor megérezted, hogy hatással tudsz lenni az emberekre? Mert azon gondolkodtam, hogy egyébként matematika, fizika szakos tanár. Készültem. És tulajdonképpen gyerekkor. A tanárság is egy olyan műfaj, amiben hatással vagy az emberekre. Az biztos, az teljesen azonos. Mikor érezted meg azt, hogy te erre képes vagy? A főiskolai vizsgálőadásba, a Bicska Maxi dalt, ezt a nyitó dalt, ezt úgy osztotta ki a Miklós Szinetár, hogy én a Leprás Mátyást játszottam, de én énekeltem. És akkor éreztem meg, amikor azt elénekeltem, és kimentem az kicsit a színpadát, vége volt. És akkor volt egy olyan nagyon szerető, olyan szeretettel teli taps, és egész hosszan, és még feszélyezve is éreztem magam, hogy... De tulajdonképpen a színpadon ért el ez a pillanat, és nem korábban, nem gyerekkorban. Én nekem eszembe se jutott. Én azt szoktam mondani, hogy nem én választottam ezt a pályát, hanem ez a pálya választott engem. Mert akárhova mentem, mindig azt mondták, hogy szerepeljek. Legyek én a csapatparancsnok, táncoljak, megálljuk be azért. És ezt én mindig szívesen megcsináltam. Hát abból az osztályból, ahol én
végeztem, vagy itt jártam, többen színészek akartak lenni. És végül te volt a Gyula legszínész. A Vörös Martiba ott már szerepeltünk a Mesteremberek színi előadását, a Shakespeare, a Szent Iváni állam. És közben kifestettük a terem falait, rendesen renoválási szándékkal, és közben betanultuk ezt a... Belléd Béla volt a magyar tanárunk, irodalomban, és ő hozta össze a csapatot. Az 50-es években még a főiskola előtt a SZOT együttesben néptáncolt. Igen. És a néptánc, a népi kultúra az milyen szigetet jelentett, ha szigetet jelentett ebben az elég sötét 50-es években? Fantasztikusat. De azt akkor nem tudtam, azt csak utólag tudtam meg, hogy mi minden történt itt, ilyen rossz, olyan rossz, hogy mi. És mi abból semmit nem tudtunk, mert megalakult ez a SZOTÉ. Molnár István volt a vezetőnk, a fő koreográfusunk és az egésznek a fenntől. A SZOTÉ együttest pedig volt egy hatalmas zenekar, azt hiszem a Vaszi volt a zenekarnak a akkor a Simon, nagy, hatalmas énekkar, olyan volt, mint az állami együttes, vagy nem, inkább, mint a Honvéd együttes, hogy zenekar is volt, énekkar is volt, tánckar. A nagy divat volt, akkor volt az állami népi együttes, SZOTÉ együttes, Honvéd együttes, belügyi egy, akkor ez nagy divat volt, ez a magyarság föntartása, de azért nyilvánvaló, hogy később láttuk, hogy itten volt valamit, mert jót Mojszejev együttes, szóval ilyen szovjet mintára készült, vagy csinálódott az ország, de azt mi akkor nem betett. Reggel 8-ra bementünk, a Csilibe volt, az Erzsébeten ott volt a kultúrában a termünk, és este 8-ig táncoltunk, énekeltünk. És teljesen belefeledkezett ebben. És volt olyan is, hogy mentünk, és ellenőriztük, vagy nem tudom, hogy lehet ezt jól kifejezni, az ottani, mert mindenütt volt ilyen táncegyüttes, minden üzemben, minden kultúrházban minden volt táncegyüttes. És mi meg patronálni, ez patronálni mentünk le. Én például Mezőhegyesre mentem le, és kérdezősködtem, hogy milyen a helyzet, és hogy a tánccsoport milyen szín. Nincs nekünk itt egy tánccsoportunk, mondták. Ez most nincs. Miért nincs? Mert elviszik a búzát. Hova viszik? Hova? Hát a Szovjetunió. Mondtam én, voltam 17-18. Innen senki nem viszel semmi. Miért, hogy mert nem engedik, elé fekszünk a traktornak. Ilyen hülyeséget mondtam. Még a listáló ajtó így ki volt nyit, és egy nagy kő volt. Az támasztotta ki, arra fölálltam. Forradalmára akadt? És akkor valószínű. És akkor ott mondtam, hogy sehova nem, és nem. Ezzel meg volt, hogy hónap hajnalban majd kifekszünk a traktor elé. A tanácsházán ott volt egy szoba, azt a tanár úrnak hívták az ilyen patronálókat. Ott volt egy szobám, kopogtak, és most már úgy mondom, mert úgy emlékszem, mint ahogy a viccben elő van írva, hogy bejött két bőrkabátos ember. Azt mondta, hogy halljuk, hogy Pestre akar menni. Hát mi most megyünk Pestre, úgyhogy nyugodtan velünk jöhet. Mondtam, nem, nekem holnap hajnalban dolgom van. Azt mondták, hogy nincs, az el van intézve, az már el van intézve, úgyhogy most úgy jöjjön, gyere. Hát persze, beültem Pobjedába, és a Jókai utca
kettő vagy négy, nem tudom pontosan, az volt a mezőgazdasági főhely. Ott kiszállítottak, és semmi sem történt. De soha többé, a Pista bácsi, Molnár Pista bácsi, soha többé engem sehova nem küldött. Egyébként azt, hogy forradalmár alkat, az az is bizonyítja szerintem, hogy a főiskoláról 16-szor, fél 16 fegyelmét kapott, és 17-nél visszavették. Igen. Hogy hozott össze ennyit? Nem, az, hogy hoztál össze? Most már tudom, akkor ezt se tudtam, hogy én nem éreztem ezt az exhibicionista hajlamot. És valószínű, hogy a főiskolán jött rám először, hogy figyeljenek oda rám. Ezt így tudom most magyarul, mert semmi értelme nem volt annak, hogy a Zeneakadémián a marxista előadásra azt mondom, hogy sajnos nem tudunk maradni, mert moziba megyünk, meg ilyen hülyeség, hogy cigarettázba mentem be a vizsgát. De valószínű, hogy az, ahogy később a pályán észre is vettem, hogy leginkább akkor veszik észre az embert is, ha fegyelmezett lenne. Egyébként, ha főiskola és ha forradalom, akkor hát nem lehet kihagyni, hogy 1956 terén házasodott össze Törőcsik Mari valakit a főiskolán. Igen. Ismert meg. Az másodévesek voltunk, december 7-én. ez csoda. Hát 56-ban meg voltunk még az ilyen iskolaőrök, mert ugye szétlőtték a Rákóczi utat, és az a Vas utcában volt a főiskola, és ott kellett őrizni, mert hát már ott elterjedt a hír, hogy ahova belőttek oda, mennek a bizonyos emberek egy kicsit összeszedni a holmikat. Szóval kellett vigyázni. És mi voltunk az őrök, Csurka Pista, na, mi volt, jaj, majd eszembe jutott, Mann Lajos, mindegy, de ez eszembe jut, hol Jancsi, és hát mi védtük a főiskolát, nem jött bántani senki, csak mi védtük. Marival meg papám volt az egyik tanú, és ott a tanács előtt a... Fogtak egy másik tanút. Másik tanú. És így, hogy házasok voltunk, és a mi lakásunkat szétlőtték, ezért jogosultak vagyunk egy valahol lévő lehetőség lakásban. És akkor a mamámnak valami távoli rokonai éppen diszidálni mentek, és hogy mi költözzünk be, ugyanis tudták, hogy ha kint, mert Svájcba mentek, ha kint nem jön össze a dolog, és visszajönnek, akkor én vissza fogom adni nekik a lakást. De nem jöttek vissza. Ha már a családot említette, és ja, pont... De előbb a Moldova volt még, és egy csapatban volt a Csurka meg a Moldova. Csak ha már a családot említette, bocsánat, még egyszer, majd ezt... Ha már a családot említetted, akkor most erről hirtelen eszembe jutott, hogy talán azért is voltál ilyen bátor ilyen helyzetekben, mint például a forradalmi idők, mert hogy tulajdonképpen gyerekkorodtól végig kísérték az életedet ezek a történelmi viharok, és volt egy nagymama, aki ilyen helyzetekben mindig rendkívül találékonyan, talpra esetten és bátran viselkedett. Szóval nem tudod, hogy volt egy ilyen, amit valahol olvastad, vagy valahol már elmondtam. Nagymama, aki mindent tudott. Érligeten éltük át a háborút, amikor jöttek a németek, a nagymama ott volt velük, minden, hoztak valami malacot, és az egyik megkérdezte, hogy van-e zongora. És mondta a nagymama, hogy van, mert perfekt német volt, ilyen, ez olyan svábok voltak.
És azt mondta, hogy akkor ő szeretne zongorázni, mire azt mondta a nagymama, hogy ebbe a csizmába nem. És az hódító németeket, az elment, és egy fehér zoktiba visszajött, és na de, ugyanez a nagymama volt, aki az én ismereteim szerint először verte meg az oroszokat. Palacsintasütő. Azaz, ja, mindent tudsz. Hát miért kérdezel engem? Hát mert hát azért sokkal izgalmasabb helyet, és én azt mondom, hogy légy a kedves, mondd el az én életem történetét. Ez nagy, de milyen jó esik, azt, ha tudnám. Milyen jó esik, hogyha valaki így ilyet, hogy igen, palacsintát sütött, és ide kitette a kész palacsintát, így sütötte, és az orosz katonák, ez az első frontos katonák, ők észrevették, és itt volt az ajtó, és itt benyúltak, és ellopták a... És mit tudom én, a tizedik palacsintánál, hogy még mindig nem volt a tányíron egy se, nagymama fogta a serpenyőt, és nem mentek az a helyenként, és verte, és ne, mámka, ne, és verte az oroszokat. Ami aztán jóval később sikerült a világnak. Tőle valószínűleg ezt a találékonyságot és bátorságot kaptad. Mit kaptál Törőcsik Maritól, hogy visszatérjünk a főiskola végére? Ja, Mari, Mari. Hát mondj, Mari, hát de nekem, engem... Hát mondtad is, hogy a nőktől nagyon sok mindent. Hogy hol? Ne, mindent a nőknek köszönhetek. Mert a Mari például egy hosszú ideig, ki az a srác, a Törőcsik Mari férje? Ez volt az első nevem. Aztán mikor már kezdtem szerepelni, akkor saját nevem is lett, és már tudták, hogy én vagyok a Bodrogi Gyuszi. De téged ez nem zavart? Vagy zavart? Nem. Hogy úgy emlegetnek? Nem. Olyan jól voltunk együtt, hogy ugyanúgy örültem a sikerének, ugyanúgy szomorkodtam, hogy már megint külföldre kell neki menni, és akkor megint 20 ezer forint. Abszolút. Ameddig együtt voltunk, abszolút együtt, semmilyen. Ez egyszer volt az, amikor jött az a Párizsból, hogy nem, édes Bodrogi, nem is tudtam, hogy ilyen jó színész vagy. Egyszer volt egy ilyen foglalkozás. De nagyon. Nyilván nem lehet most megkerülni azt, hogy Mari meghalt, és nyilván ez téged nagyon megviselt, de nem csak ő halt meg, hanem nagyon sok pályatárs is elment az utóbbi időszakban. Ez nyilván a hosszú élettel jár, hogy az ember végignézi a pályatársai távoztát, meg a szerettei távoztát. Hogyan érint ezt téged? Az előbb azért hagytam abba a vizsgálóadásunkról beszélést, nincs. Hát ez egy hülyeség, nem. Igazából nem szeretek az ilyenekre gondolni, mert visszajönnek nekem a Margitai, a Fülöpsik, a Fonyó Jóci. És azért, mondjuk ez hatalmas, 60 év távolság, de egy pillanat alatt olyan közel rúg bele az ember szívébe, hogy... Érdekes, most erről az jut eszembe, hogy ebből a perspektívából, ahol te most vagy, az élet rövid vagy hosszú? Aha! Mihez képest? Várjál, de ez... Így még nem hallottam a kérdést föltenni, hogy édes vagy keserű, rövid vagy hosszú. Hát van, amikor nagyon hosszúnak tűnik, és van, amikor nagyon rövidnek tűnik. Rövidnek egyszer akkor írtam ha... valami ilyesmit, hogy ha tudnátok, milyen rövid az élet, soha nem veszekednétek, de ha soha nem veszekednétek, nagyon hosszúnak tűnni az élet, és ezért mindig veszekednétek. Na, itt a válasz a kérdésre.
De gondolom, akkor végül is ez erre gondoltam. De gondolom, hogyha a pályáról van szó, akkor azért inkább rövidnek tűnik. Annyi minden volt benne, mint egy gyors vonat. De szerintem ez nem csak ezzel a pályával, hogyha mit tudom én, az Ácsnak kiesik a kezéből a kalapács, az biztos, hogy egy olyan, még nem csináltam meg 60 ezer dolgot. Ez így szerintem mindenkire vonatkozik, hogy amit csinál, és ami a szenvedélye, amit szeretem, azt elveszítem, akkor azt mondja, hogy csak ilyen rövid ideig tudtam csinálni. Ez biztos. Fölolvasok egy idézetet. Amikor kilépett a főiskola kapuján, akkor azt írta a kép alá, hogy szeretném új stílusban megkeresni a szó, a mozgás, az ének és a tánc harmóniáját. Igen. Sikerült ezt a harmóniát megtalálni? Egyszer-kétszer, igen. Egyszer-kétszer? Hát ez nem olyan egyszerű. Nem olyan egyszerű, mert van, amikor a tánc csak magába tánc. Van, amikor, hogyha egy prózai mondat közben táncolsz, akkor nem jó. De van, amikor a dolog olyan, hogy úgy beszélhetsz, úgy mozoghatsz, úgy énekelhetsz, hogy az egész ilyen harmonikus egységbe kerül. Én úgy szoktam megállapítani, hogy valaki táncos vagy nem táncos, hogy ha jön, megy, és látom, hogy a teste, a keze, a feje, hogy abban van valami harmónia, hogy az egyik a másikat nem tudja rosszul befolyásolni, akkor harmonikus. Akkor, ha ő úgy tudja, hogy nem tud táncolni, fél óra alatt meg lehet tanítani. Mert az egész teste olyan, hogy az, nem tudom, erre a legnagyobb példám nekem a Fred Astaire. Az nem tud olyan mozdulat, hogyha az ember látja filmen, hogy csak így csinál, és látom, hogy az egész ember egy tánc harmóniában van. Azok a helyek, amik a legmeghatározóbbak voltak a pálya szempontjából az életedben, ugye, ez nyilván a József Attila Színház, a Vidám Színpad, és aztán a Nemzeti, hiszen mindegyik helyen évtizedeket töltöttél. Ott megtaláltad ezt a fajta, most már lépjünk el a tánctól, de a harmóniát? Hát itt-ott igen. Itt-ott igen. Ami egy színházi harmónia volt, ami a legerősebb harmónia volt az életemben, az a Fodor Imre színháza volt. A József Attila színház. A József Attilában. Ő tudott úgy színházat csinálni, hogy ugyanúgy megvoltak a veszekedések, ordítozások, egymás elleniségek, meg egymás barátiságok. Meg úgy tudta csinálni a színházat, hogy a jó színházba érezte magát az ember. Ez máshol is volt ilyen, de ezek az évek voltak a leginkább ilyenek. Ehhez természetesen hozzájárult az, hogy voltam 20 éves, mit tudom én, és olyan szerepeket játszottam, hogy volt olyan néző, aki azt mondja, hogy azért jött ki a József Attilába ide a külváros, mert hallotta, hogy én mit játszom. Egyébként ez egy olyan izgalmas dolog, hogy bár külvárosi színház, ugye, ahogy említetted. Vidéki na, de színház Pesten. Vidéki színház Pesten, na de ide mondjuk úgy, hogy delegálták akkor legnagyobb színészeit, akik nem voltak kívánatosak politikai okokból. Ez a delegáció, ez nagyon szép szó. Egy nagyon finom megfogalmazás volt, mert inkább deportálást kellett volna, így van mondanom. Szóval, hogy azért ez egy fantasztikus társulattá érett hát az évek alatt. Remek volt, hát hogy a Darvas Iván, Sinkovics Imre. Igazából még a Gobbi Hildát is lehet, mert ő viszont a Majorral veszett össze. De ott voltak a régebbiek közül, a Rádai Imre, a Komlós Uci, a Mádi Szabó Gábor, és a fiatalok közül jött a Koncz Gabi, szóval nagyon jó lányok közül, Kálai Cilu, Szemes Maria, Örkény Éva,
olyan jó kis előadásokat csináltunk, ilyen vacak darabból. De az mit van, mert ugye minden évben kellett egy vagy magyar, vagy népi demokratikus színdarabot játszani. Olyan sikereket csináltunk, ja, nagyon élveztem. Most egyébként nagy férfi pályatársakat és női pályatársakat is említettél, de az igaz, hogy inkább a nőktől lestél el gesztusokat, nem, a nem, nem az ne, egy, ugye az ember, hogyha fiatal színész, ezt mondom az összes fiatal színésznek, akkor nem tud mindent egyszerre magáévá tenni, el kell lopni egy-egy nézést, egy-egy spétet, tehát azt a leginkább a női színészek, én úgy szoktam mondani, hogy már olyan színésznő, hogy már férfi színész. Tehát ha őt utánozom le, és ha senki nem veszi észre, hogy én a Tornai Klárit néztem, és Dajka, és akkor azt meg lehetett csinálni ezeket a hirtelen váltásokat. Az érzékenységüket? Az, amit technikailag csináltak. És soha senki nem mondta, hogy én a Dajkamal, pedig így lestem, és le is utánoztam. Csak az már mire én csináltam, már egészen más lett. Aztán lassan a saját eszközök is kialakulnak, és akkor már van olyan, amit pontosan más utánoz le az én gesztusrendszeremből. Ha már itt tartunk, hogy most már ugye nyilván ide is elértél a pályán, hogy már téged utánoznak le, azt szoktad mondani, hogy a pályának az az íve és az a legnagyobb dolog, amit elérhet egy színész, hogy ugye először megismerik, aztán megszeretik, és a végén elismerik. Most ránézek a kezedre, és van rajta egy gyűrű, nem nagyon szoktál saját bevallásod szerint gyűrűt hordani. Nem vagyok egy gyűrű. Ez a Páger gyűrű. Igen. Ez különlegesen fontos elismerés, az elismerés. Ez minden évben. A makóiak, ugye, jó mondom, minden évben egy színésznek adnak egy ilyen, és én tavaly előtt én kaptam, ez a Páger gyűrű, neki volt egy ilyen gyűrűje, amit mindig hordott, és annak a tökéletes másolata ez, és ezt annyira megszerettem, meg nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy ezt állandóan hordom. Mikor érezted azt, hogy megérkeztél, hogy most már elismernek? Hát azt tudom, hogy elismernek, de én még nem érzem, hogy... Aha. Nem érzem, hogy... Mert valahogy úgy van, hogy elismernek, azt nagyon szeretem, és tudomásul veszem, és az elveim között is, úgyben. De valahogy minden új szerep, minden új lehetőség, de akár kicsi, akár nagy, még úgy érzem, hogy még az elismertséghez még az kellene. De nincs olyan, hogy ez a szerep lenne az. Csak olyan, hogy ha egy szerepet leteszek, van olyan szerepem, amire egyáltalán nem emlékszem. Egy mondat se. És arra, hogy megállkolja, megmondanak a márkárat, most is elég. Mert ott meg ez a beszédtel Japuár, amit a Darvas Ivánnal énekelt, meg a Barbara a Potyautasból, amit a Marival játszottunk. Őt meghívta a színház, már ő már akkor a Nemzeti Színháztagja volt. 250-szer vagy hányszor. És meghívta a színház, a József Attila, hogy a Potya utas című darabot játsszuk el. De van olyan, amelyik még a tévéből is néha, amikor látom, hogy szerepelek. A Só Mihályra például emlékszem, meg a Süssű a sárkány, az természetesen. Meg mostanában volt egy ilyen kabaré jelenetem, amikor óvszert vásárolok a patikába. Ezeket
ezek megvan, de van amelyik, de egy szóra sem emlékszem. Ezek szerint az nem zavart, hogy ezekkel a jelenetekkel is azonosítanak, vagy gyakran azonosítanak ezzel? Azt szokták mondani, hogy biztos zavar engem, hogyha a süsű a sárkányt emlegetik. Én meg azt mondom, hogy boldogan, annyira szerettem, annyira jó, a Csukás annyira kitalálta, és annyira minden gyerekhez szóló, hogy és hát abban én szinkronizáltam a süsüt, és ez egy nagy dicsőség számomra, hogy mivel így külsőleg nem nagyon hasonlítok a süsű a sárkányra, mégis az a süsű, ott a kislány odajött, és azt mondta, te vagy a süsű. Hát valamit a hangomból. Vissza akarsz térni a színpadra, mielőbb? Hát, hogy most, hogy őszinte legyek, csak azért mondom, nem beszélve arról, hogy ezt a műsort, hogyha meghalok, akkor, hogy mondják azt, hogy ínyenc falat lesz. Tehát ennek a műsornak a tévébe adása, ha már meghaltam, az sokkal jobb lesz, mint hogyha még nem haltam meg, akkor adják. Hát én úgy vagyok vele, hogy én boldogan szeretnék játszani, és fogok is még szeptemberben, ameddig bírom. Mert ugye, ha egy 30 éves embernek fáj a dereka, akkor az 32 éves korára meggyógyul. Ha egy 88 éves embernek fájdalmak a 100 éves korára meggyógyul, ha megmarad. Tehát ez én, ami engem illet, ha csak rajtam, már csak a fejemben múlik, csak a gondolataimon múlik, ahogy járni tudok, megyek a színpadra. Azért most motoszkál a fejemben, hogy ahogy az imént a halálról beszéltél, abban volt valami derű, valami humor. Igen. Ilyen a viszonyod az elmúláshoz? Én nekem, hogy mondjam, de el szoktam hesegetni. Mert mellettem látom, aki van, nem tudom elképzelni például, hogy az Tankai Pista nincs. Sinkovics Imre, Darvas Iván nincs. Tolnai Klári nincs. De hogy lehet, hogy nincs, amikor... Amikor van. Van. Tehát ezt úgy gondolom, hogy ez az emberi, csak az emberiről van szó, gondolom az állatok nem tudják így felsorolni, hogy kit veszítettek el. Bár őrizni tudják a kis malacokat a vaddisznók. Tehát odáig, de ha már elvesztenek, gondolom én, emberi értelemben ennek a megszületésnek és a meghalásnak valami más okozója, csinálója, adója. Én hiszek Istenbe, úgyhogy nekem nem olyan nehéz ezt elképzelni, de ez egy darab lét, amit élve, aztán, ha nincs, akkor nincs. Tehát az élet az emlék. Mert amit most elmondtam, emlék, az már múlt, az már... Tehát csak múlt van, és esetleges jelen, az a bizonyos, hogy most, az nincs. Tehát amikor meghal az ember, utána nincsenek emlékei. Utána csak mi emlékezünk őrá. Tehát én azért azt szoktam mondani, hogy pótolhatatlan színész nincs, de felejthetetlen van. Én pedig azt hiszem, hogy mindenki úgy gondolja, hogy Bodrogi Gyula már most felejthetetlen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önök a Kontúrt, az M5 portréműsorát látták, adásunkat újra nézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on is. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!